Március 1-től változik a tarifarendszer az állami közlekedésben. A vármegye és az ország bérleten kívül minden más eddig használt bérletet megszüntetnek, jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden. Új kedvezményes napi tarifát is bevezetnek a vármegye 24-et és a Magyarország 24-et, amelyek korlátlanul felhasználhatók majd a MÁV és a Volán összes járatán. Az eddigi 65 féle kedvezményből 22 marad meg március 1-től, és valamennyi 50%-os kedvezményes utazásra jogosít majd. A 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményét kiterjesztik a 14 év alattiakra is. A 14 és 25 év közöttiek, ha nem vesznek bérletet, 50%-os kedvezménnyel utazhatnak csak úgy, mint a közszolgálatban dolgozók. A 65 év alatti nyugdíjasok kedvezményesen vásárolhatnak vármegye, illetve országbérletet, az eddig 90%-os kedvezménnyel utazóknak pedig szintén ingyenes lesz a közlekedés a MÁV és a Volán járatain az országban.